Dávid és Góliát harcot vívnak a környezetvédők a világ egyik legnagyobb tech vállalatával, a Teslával Berlin mellett. Az elektromos autóiról híres amerikai cég ugyanis egy természetvédelmi területen húzza fel az első európai gigantikus üzemét, ahol több ezer német dolgozhat majd. A Tesla most épülő gyára egy vízvédelmi területen épül, így a munkálatok hatással vannak a talajvíz minőségére és sótartalmára, áttételesen pedig az egész környezetre. Arról nem is beszélve, hogy a kivitelezés rengeteg vizet felemészt, nekünk pedig nincsenek ekkora készleteink, magyarázta a térség védelmére létrehozott civil szervezet elnöke. Az 560 futballpályányi üzemnek évente 3,6 millió köbméter vízre lesz szüksége, ez az egész régió átlagfogyasztásának a harmada. A Tesla futószalagjairól 2023-ban már évente 500 ezer elektromos autó gördülhet le, és Elon Musk szerint a berlini lesz a világ legnagyobb akkumulátorgyára. Mivel ez jelentősen hozzájárul majd a német gazdaság növekedéséhez, a berlini vezetés nem valószínű, hogy meg akarja majd hallani a természetvédők hangját.